Csábító hatása van Nyíregyházán a bújtosi tónak a meleg nyári napokon. Bármennyire is vágyunk azonban arra, hogy megcsobbanjunk benne, ezt tiltják a szabályok. Egy 55 éves alkoholos befolyásoltságú ember 2005-ben az életével fizetett azért, mert mégis úgy döntött úszik néhány hoztatóban. A szabad vizek minden évben különös veszélyforrásai a nyárnak, pláne azokon a helyeken, ahol tiltva van a fürdőzés. Tilos fürdeni mondjuk kompok, különböző hajózási létesítmények, hajózási jelzések, bóják közelének 100 méteres körzetében, de van 300 méteres tiltás például az erőművek, védőgártak területétől 300 méterre szintén nem szabad fürdeni. Na most sok mindent elmondhatunk, igazándiból nem arra fognak emlékezni, hogy a rendőrbácsit mit mondott, hanem azt szeretném elérni, vagy azt szeretnék elérni, hogy lenne minden társaságban egy olyan ember, aki azért a többiekre hatással van, és segít abban, hogy mindenki betartsa a fürdőzés szabályait, hiszen az egy dolog, hogy valahol lehet fürdeni, szabad fürdeni, nem biztos, hogy meg kell azt kockáztatni akár egy lakott területen kívüli területen, mondjuk a Tiszában való fürdést, ha nem is hajózási útvonalban, tehát egyébként szabad lenne, de mondjuk a mederviszonyok olyanok, hogy veszélyesek, akkor kell egy értelmes ember minden társágba, aki visszahúzza a hangoskodókat, a nem csak az állóvizek, hanem a vármegye legnagyobb folyója, a Tisza is szedett már áldozatokat az elmúlt évtizedekben. Legtöbb esetben ezt a határok feszegetése, könnyelműség vagy alkoholos befolyásoltság okozta. Gergely Ugornyánál, illetve más kijelölt strandokon bóják jelzik, hogy meddig biztonságos az úszás. A szakszerű mentésről Vincellér Tibor speciális mentőt kérdeztük. Azt mondta, csak valamilyen segítő eszközzel kezdjünk segíteni a bajba jutott személyen. Még a jó úszók is ö, ö, okozhatnak saját maguknak ö, problémát azzal, hogyha oda mennek egy, egy vele ö, azonos súlycsoportban lévő fuldoklóhoz, amit ugye ő nem lát a víz alatt, hogy, hogy mekkora emberrel van dolga. Éppen ezért. Mindig az a, az a, legfontosabb, hogy ha lehet, akkor használjunk valamilyen eszközt, valamilyen segédeszközt, ami lehet egy, egy bot, egy vontatókötél, vagy bármi olyan eszköz, hogy bennünket a fuldokló ne tudjon megfogni, mert minden egyes fuldokló olyan erőt mozgósít magából, hogy el se tudunk képzelni, hogy, hogy, egy, egy kis 15-16 éves kislányból olyan erők jönnek elő, hogy nem egy, nem egy ilyen báli kisasszony abban az esetben, hanem az életéért küzd. És gyakorlatilag mindent megtesz azért, hogy ő életben maradjon, és a pszichéjel leblokkolott, hogy őt nem fogja az érdekelni, hogy másikban milyen kárt tesz. A fürdőzés egy másik igen gyakori veszélye még a hirtelen szívleállás. Amikor valaki felhevült testtel, meggondolatlanul a hideg vízbe veti magát, a szervezete azonban rosszul reagál az őt ért hirtelen ingerre. Szívritmus zavar alakul ki, ami akár halálos kimenetelű is lehet. A szakemberek éppen ezért hívják fel a figyelmet a fokozatosságra. Ha pedig mégis megtörténik a baj, első lépés a segítségkérés. Érdemes több embert bevonni a bajban lévő figyelésére, így eltűnés esetén pontosan be lehet azonosítani az eltűnés pontját.